Játszunk együtt, hogy bejárhassuk a költő útjait. Ezzel a szlogennel indult a nap a Petőfi 200 keretében. Ehhez a megmozduláshoz csatlakoztak a Gyergyószentmiklósi testvértelepülés vendégei. Az eseményről Horváth Józsefné, a Dombóvári Székelykör elnöke számolt be. Nagyon-nagyon örülök, hogy a város összes általános és középiskolás pedagógus kara részt vett ebben a szervezésben, és egy nagyon jó programot állítottunk össze. Ezek után, miután mi megbeszéltük, hogy mi lenne, ha ezt megcsinálnánk, akkor gondoltunk arra, hogy megkeressük a Gyergyószentmiklósi testvértelepülésnek az iskoláit, és így jutottunk el a gimnáziumhoz és a Fogarasi Mihály általános iskolához. Őket is bevontuk ebbe a programba. Volt versmondó verseny különböző korcsoportokban, rajzverseny különböző korcsoportokban, társasjátékkészítő verseny, ami nagyon-nagyon jól sült el. Gyergyószentmiklós település vendégei nagyon jól érezték magukat a színes programok keretében. Funkenhauser Zsófia elmondása szerint a faültetés nagyon emlékezetes esemény lesz számukra, amiben szívesen vettek részt. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk Dombóváron, Gyergyószentmiklós és Dombóvár testvér települések kapcsolatát próbáljuk felerősíteni, ápolni. Örvendünk, hogy itt lehetünk, szép programokon vettünk részt. A szép idő is hozzájárult az eredményes felültetéshez. A résztvevők izgatottan várták az Esti Petőfi Gála műsorát, ahol kiderültek a versenyek után járó díjazások eredményei. A díjazottak ellátogathatnak a parlamentbe. A napot színes rendezvényekkel zárták.